Ezen a héten annyi minden történt velem, és annyiféle emberrel találkoztam, olyan sok sorssal és gondolkozásmóddal, hogy egyszerűen nem tudok válogatni abban, hogy miről beszéljek. Viszont egyetlen egy dolgot kiválasztottam magamnak. Mi az, amivel találkoztam nem csak ezen a héten, hanem nagyon sokszor, és már erről beszélni kell, mert erről mindenkinek tudnia kell. Azért sokszor esett már szó arról, hogy az embereknek, ha mondunk valamit, akkor egyszerűen azt hallják meg, amit meg szeretnének hallani. Hiába vannak nagyon nagy bajban, és ott van az orruk előtt a megoldás, ők akkor sem akarják meghallani, hogy mit kell csinálni, inkább szeretnének tovább panaszkodni, inkább szeretnék kiélvezni azt a helyzetet, hogy az emberek rájuk figyelnek, és meghallgatják azt, hogy mi bajuk van igazából, és ezt csak mondják, de a megoldást nem szeretnék megcsinálni, nem cselekszenek, nem gondolkoznak, és átéreznek, csupán csak átérzik saját maguk szörnyűségét, és ezt akarják átadni mások számára. Természetesen a környezet nem kíváncsi az ilyen dolgokra, azonnal valamilyen megoldást keres, és elkezdjük mindenféle jó tanácsokkal ellátni ezeket az embereket. Ezek a jó tanácsok nagyon sokszor praktikus jó tanácsok, tehát egyszerűen szemtől szembe megmondjuk, hogy ne foglalkozz ezzel a dologgal, más csináljál, lépjél, menj tovább, maradj ott, bármilyen egyszerű tanácsok. Igaz, nehéz ezeket megfogadni, de most pontosan arról a részről akarok beszélni, amikor mondat közben közbevág az, aki panaszkodik, mintha nem is kezdtünk el volna valamilyen mondatot, amikor elmondunk valamit és megismétli, és nem. A múltkori vlognál pont erről beszéltem, csak most egy olyan aspektusból néztem ezt, hogy valaki már igazán szörnyen nagy bajban van, és még magára húzza a következő lépésre, és a következővel is állandóan csak még rosszabb helyzetbe kerül, erről panaszkodik, és minden panaszkodásának az első mondata az, hogy nem akar panaszkodni, ezért inkább eltűri a sorsát, és nem akar változtatni semmit. Elképzel magának valamilyen jövőképet, egy olyan jövőképet, ami teljesen lehetetlen és felesleges is, és ezt a jövőképet hajkurászva egyszerűen nem tesz semmit. Kár, hogy ez történik, mert nagyon banális a megoldás, egyszerűen valamit csinálni kell, mondjuk elfogadni az ajánlatokat, amit a környezete tesz neki, tehát még meg se kéne dolgoznia azért, hogy legyen megoldása, és ő miért mégsem teszi, ő mégis kéreti magát, és minden egyes alkalommal, minthogyha saját magát akarná a vízbe folytani, mint hogyha követ rakna a nyakában, de egyébként nem öngyilkos jellegű, meg nem saját magát pusztító jellegű lenne az egész, de mégis így viselkedik. Most ugyanezt a viselkedést kisebb, nagyobb, komolyabb vagy egyszerűbb formában, de másoknál is tapasztaltam a héten, és amit leszeretnék szűrni ebből, egyrészt az, hogy kinek és mikor hogyan kell segíteni, és ki az, aki segíthet másoknak. Nagyon fontos megérteni azt, hogy akkor tudsz adni valakinek, hogyha van valamid, amikor van miből adnod. Egyáltalán nem kell segíteni másokon akkor, hogyha nem vagy képes rá, nem kell segíteni egy olyan emberen, akinek szüksége van rá, és te neked is van szükséged valamire, pont arra, amit átadsz neki. Nem kell odaadni, ettől nem leszel te rossz ember, ettől csak van egy stratégiád, hogy először összeszeded magadat, és aztán tudsz segíteni bárki máson. A segítséghez mindig kell stratégia, mert különben egy feneketlen zsák lesz az összes rászoruló problémáról, mert ha nincs fölépítve az, hogy miből mi lesz, és úgy van átadva valami, hogy csak úgy át van adva, és nincs átgondolva, hogy milyen téglákat lehet egymásra rakodni, akkor az, amit megsegítünk, az gyakorlatilag halálra van ítélve, sőt, még rosszat is teszünk, mert az ő életképességét, az ő alkalmazkodó képességét tompítjuk, amitől egyre nagyobb bajba fog kerülni. Tehát ne segíts akkor, hogyha nem tudsz, ettől ne érezd rosszul magad, viszont ha segítséget kérnek tőled, és te
nem tudsz segíteni, akkor vedd észre azt, hogy te neked nincs képességed segíteni, és az nem jó állapot az életben, nem csak a társadalomban, hanem a világban is. Ez azt jelenti, hogy nincsenek tartalékaid, és ez el kell gondolkoztasson azon, hogy neked most úgy kell élned, hogy lehessenek olyan erőforrásaid, amivel majd tudsz segíteni másokon. Tehát ez egyfajta felhívó szó, hogy hajrá, csinálj többet magadért például. Ezen a hétvégén én magamért csinálok többet, ezért is nem csinálok bonyolultabb vlogot, hanem csak elmondok egy ilyen gondolatot. Össze kell szedjem magamat, össze kell szedjek olyan dolgokat, ami a jövőre szükséges. Megláttam a jövőben, néhány év múlvára megláttam bizonyos feladatokat, megoldásokat, amelyeket most akárhogy is szeretnék elkezdeni, nem szabad is, nem is fogom csinálni. Ezért apránként összeszedem azt, hogy mi kell ahhoz, hogy a jövőben ezt megtehessem. Ez persze nem az a pont az a téma, amiről most beszélek, de ide tartozik, tehát nem arról van szó, hogy bajban vagyok és segítséget kérek, vagy valaki bajban van és segítséget kér tőlem, mert ez általában szokásos, hanem arról van szó, hogy meglátok valamit a jövőben, és tudom, hogy nem elegendő a tudásom, tehát azt is mondhatnám, hogy ha a jövőből nézek ide, akkor a jelen Sanyi az bajban van, egyébként nincsen. Szóval fel kell készüljünk a jövőre, ezért elkezdek egy projektet. Ezt még eldöntöm, hogy megosztom-e vlog formájában, vagy bármilyen módon, hogy hogyan építem föl magamat egy jövőbeni célra, vagy sem. Itt konkrétumokról van szó, hogy konkrétan a testet, a gondolkodást és az érzelemvilágot és ennek a komplexitását milyen módon lehet felépíteni, hogy megfelelő legyen egy jövőbeni kihívásra. Kommenteket várok alulra, hogy szeretnétek-e ilyet tudni, vagy sem, vagy milyen témában szeretnétek hallgatni tovább vlogokat. Ugyanis nem sokára elérkezünk a 100. vloghoz, és ott eldöntöm, hogy milyen irányba fog haladni tovább. Több irány kialakult számomra, és ha a visszajelzések alapján tudjátok segíteni azt, hogy ezek a vlogok még inkább értékesek legyenek mindenki számára, még több embert el tudjanak érni, akkor ennek örülök, tehát kommenteljetek, rosszat ne, jót igen, a kívánságokat lehet kommentelni, ki mire kíváncsi, milyen kérdései vannak, egyáltalán vannak a kérdései. Úgyhogy premium vlog most nem fog készülni, ennek ellenére rengeteg előző premium vlog van, és rengeteg videót publikálunk most is a héten a videótáron, hát kövessetek minket a videótáron is, és kövessétek itt is, a YouTube-on, a Facebookon is a videókat. Jó hétvégét, kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek, úgyhogy találkozunk a jövő héten.